Demszky Gábor neve jó ideje már csak akkor szerepel a híradásokban, amikor valamelyik volt politikai ellenfele éppen szidja. Azt is csak nagyon kevesen tudják, hogy Berlin után most Amerikában él. Nem keresi a magyar nyilvánosságot. Mégis újra hírt adott magáról, amikor a héten előadást tartott az Egyesült Államok kongresszusi könyvtárában a magyar rendszerváltásról és a sajtó helyzetéről. És az előadás végén kialakult vitában pedig megjegyezte, hogy a magyar média ma kevésbé szabad, mint a Kádár rendszerben volt. A volt főpolgármester Skype kapcsolaton keresztül van velünk Washingtonból. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Demszky úr, hall engem? Én nagyon rosszul hallottam, és töredezettem. Ha most jobban hall, akkor jó, mert hogy most kezdődik a beszélgetésünk. Közben a Skype kapcsolatot elvesztettük, ha jól látom, és telefonvonalban van a volt főpolgármester úr. Éppen azt mondtam el, hogy volt ez a bizonyos vita az előadása után a kongresszusi könyvtárban. Ezt hogy gondolta, hogy a mai média kevésbé szabad, mint a Kádár rendszerben volt? Kérdésre mondtam ezt, és a 86 utáni állapotokat hasonlítottam össze a maival. Ha visszaemlékszik, 87, 88, 80, 90, egyfajta olvadás volt tapasztalható. Az összeomlás médiája volt ez. Lényegében elkezdtek az újságírók öncenzúra nélkül írni. Ez egy sajátos időszak. Összehasonlíthatatlanul szabadabb volt az akkori sajtó, mint a mai. Az előadásában valóban a 86 utáni időszakról beszél, de olvastam a teljes leíratot, ott a konkrét vitában egyszerűen csak kategorikusan kijelentette, hogy ön megélte a Kádár rendszer, és most kevésbé szabad a média, mint ott, akkor ezek szerint ezt azóta pontosítaná. Nem, az előadásomban kizárólag a 86 utáni időszakról beszéltem, és emiatt a kérdés is csak erre van. Tehát 86 utáni időszakban azt mondja, hogy már mindenki teljesen szabadon leírhatott bármilyen politikai kritikát, úgy, hogy ahogy az ma is előfordulhat egyébként az ATV-ben, a Klubrádióban, de mondhatnék számos nyomtatott sajtóterméket is a Népszaván és a Népszabadságon keresztül, a HVG-ig, a Magyar Narancsig, és még sok minden más fórum van ma is Magyarországon, ami lehet, hogy nem jut el mindenkihez, de az biztos, hogy ott nincsen se cenzúra, se öncenzúra a kormánykritikával vagy a politikai kritikával kapcsolatban. Pontosan ezt kérdezte tőlem Manna, aki a követség harmadik titkaként részt vett. A kongresszusban rendelő beszélgetésen, és azt válaszoltam, hogy nem teljes a lehetőség, sem az ATV-nek, sem pedig a Klubrádiónak, és azt mondtam még el, hogy milyen módon működik a magyar média hatóság és a médiatanács, és milyen összetétele. Tehát módot adott a kérdés arra, hogy szélesebb összefüggései a magyar média szabályozást és a sajtószabadság hiány. Egy tavalyi interjújában viszont az ügyészségről mondta azt, hogy pontosan úgy állt a politika szolgálatában, hogy annak idején a Rákosi és a Kádár korszakban. Ebből arra következtetek, hogy önnek egy általános érzése az, hogy egyszerűen visszatértünk a múltba és annak is a legsötétebb részébe? Én sok-sok ilyen jelet tapasztalok, de talán nem az a fontos, hogy én magam mit gondolok. Legutóbb most pénteken adott ki Kárden szenátor, az OSZI Emberi Jogi Bizottságának az elnöke egy nyilatkozatot, amelyben a szabadalmát fejti a magyarországi emberi jogi viszonyok, a sajtószabadság korlátozása, a véleménynyilvánítás korlátozása, illetve a véleménynyilvánítás kriminalizálása. Tehát azt lehet mondani, hogy az én véleményem az tükrözi ennek a utóbbi állásfoglalásnak a legfontosabb állítását. Ön nem olyan régen még Berlinben élt, aztán azt hiszem volt egy holland ösztöndíj is, most Amerikában tartózkodik. Ez egyfajta önkéntes emigráció? Korántsem jutottak meg a megfelelő munkafeltételekért, amely követelezett szabadság címmel. Ennek ez egy éve jelent meg, ennek a korol változatán dolgozom, szemináriumokban veszek részt. Megkérdeznek, természetesen nyilván véleményt kíván, hogy szegény.
A projekt, amit most a Wilson Intézetben vezet, az a Budapesti Reformok címet viseli, és a leírása szerint a Budapest modellről szól. Mit tanulhatnak Amerikában egy kormány által finanszírozott intézetben a budapesti példából? Ez az első kötet, amely a Budapest modell címet viselte, a Világbank támogatásával jelent meg, és azt a pénzügyi modellt mutatta be, amit 1995-ben vezettünk be Budapesten, és amelynek az eredményeképpen Budapestnek a hitelminősítése javult, és Budapestet egy megfelelő növekedési pályára tudtuk állítani. Ennek a következménye az a számtalan és eredménye az a számtalan beruházás, amit 95 és 2000 Budapesten megvalósítottunk a hidakra kapcsolódó úthálózat szám intézményekre. Tehát Budapest példamutatóan gazdálkodott több mint egy évtizeden keresztül. Erről is szól ez a könyv, ami felhasználja a korábbi kutatásai eredményünket, illetve ezt a publikációt. Itt Magyarországon viszont éppen azért éri rengeteg kritika mind a mai napig, hogy ahogy Tarlós István és a többi fővárosi kormánypárti politikus szokott fogalmazni, egy romhalmazt hagyott maga után, és egy kétségbeejtően eladósodott várost. Én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az emberek véleményt tudnak mondani erről a mostani 4 évről, és szavazni fognak jövő ősszel arról, hogy mit kívánnak, és szerintem az ellenzéknek Budapesten nagyon jó esélye van jövő év őszén győzni, és ez többek között annak lesz, annak a várospolitikának lesz köszönhető, amely 1990 és 2010 között a nevemhez is köthető. Tehát én nem szégyenkezem, én azt gondolom, hogy Budapestnek ez a 20 év egy felfelé ívelő időszakot. Ha jól értem a szavait, akkor azt mondja, hogy Budapesten van esélye az ellenzéknek nyerni, tehát nem feltétlenül gondolja azt, hogy országosan is? Meglátjuk, hogy országosan mi lesz, reménykedem természetesen. Budapesten azonban közleménykutatások alapján azt mondom, ha most lenne a választás, akkor az ellenzéknek nagyon jó esélye lenne győzni. Azt lehet mondani, hogy ezen a helyzeten lehet javítani még és rontani is. Még egy év választ el bennünket a választástól, de hogyha az ellenzék közös jelöltel indul a főpolgármester jelöltségért, és sikerül az ellenzéki pártoknak megegyezni és közös listát állítani, akkor az a reményem, hogy egyfajta kontinuitás lesz a 90 és 2010 közötti időszak, illetve a 2014 közötti időszak között, tehát fel fogja vállalni a következő időszak azt az örökséget, amit magunk mögött. Tehát legalábbis a fővárosban azt mondja, hogy teljes ellenzéki összefogásra, egyetlen közös listára, egyetlen jelöltre van szükség. Nem csak a fővárosban természetesen, de a fővárosban erre nem csak jó esély van, hanem hogyha ezt az esélyt a főváros megjátsza, akkor szinte biztos nyerési esélye lenne a választások most lennének. De természetesen nem lehet az ellenzék elközelni. Tehát sokat kell dolgozni azért, hogy egy világos programmal megnyerjék a választót. Erre én nagyon jó esélyt látok. Budapest másképpen viselkedett 90 és 2010 között is, és reményeim szerint másképpen fog viselkedni jövő ősszel is. Tehát ez a város alapvetően baloldali, liberális, és az emberek többségének elege van ebből az időszakból. Az ön ösztöndíja a Wilson Intézettől, ha jól tudom, 2014 májusában jár le. Ezután akár hazajönne, és hogyha valóban ellenzéki győzelem van a fővárosban, akkor, ahogy az korábban nyilatkozta, szívesen segítené a munkáját az új vezetésnek? Tanácsadó szerepet szívesen vállalok, természetesen. És valóban 14 májusa után én otthon leszek, és készen állok. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.